Mindjárt kibontom ezt a dobozt, kiveszem előle a három cipőt, és szerintem felveszem a Lizához, most passzívoztam fel a Lizánál és a Noénál fel, és szerintem felveszem, nehogy itt valamit tényleg. Hát a Nyuszika is most éppen szabadlábon van a cicák is, hát nem akarom, hogy tényleg állatszőrösén a talpa, úgyhogy szerintem fenti szobában fogom felpróbálgatni őket, és nagyon izgatott vagyok, hogy valamelyik egyáltalán jó lesz-e nekem. Kinyitottam a dobozt, és ezt látom, hogy hát éppen, hogy belefértek. Itt téged is érdekel? Na, megnézzük. Szegénynek a dobozát kicsit megnyomkodták, hogy nem tudom, vagy még a raktárban sérült meg, vagy pedig itt az út során, de nem én csináltam. Lehet, hogy ezt lefotózom szerintem, mert még nehogy, ha visszaküldöm, akkor nehogy én legyek a hibás, hogy a dobozát tönkretettem, hogy csinálnak egy fotót, mert mondjuk pont így videóban vettem ki, szóval megvan a videóm is róla, de nem baj, fotót csinálok. Jó. Ezt megtettem. Ez az egy fekete. Ugye fekete kabátot vettem most, úgyhogy... Meg hát ez illik hozzád, igaz? Mondjuk a hasadhoz, mondjuk jó lehet a fehér. Jó, te kíváncsi. És a másik kettő a fehér és bézs, vagy ez ilyen világosabb színű. Ennek kép a doboza. Jó, akkor ez a másik. És akkor itt lesz a harmadik. És akkor mindjárt fel. De jó nehezek amúgy ezek a cipők. Mindjárt felcammogok velük a Lizához. Beraktam ide a Lizánál a karácsonyfa alá őket. Úgyhogy szerintem kezdjük akkor a feketével. Viszont kell nekem hozzá egy olló. És hát itt sem lesz túl sok helyen sétálgatni benne. Ugye mi már készülünk a nyárra. Lizának átnézzük a nyári ruháit, hogy mi az, ami jó, mi az, amit kinőtt. Úgyhogy ezek így folyamatban vannak, úgyhogy itt vannak. Na mindegy, mert a szőnyegeit föl tudok sétálgatni, meg ott van a két táska is, ugye, amiben vannak a lengyel édességek, úgyhogy azok is még itt a picike szobájában foglalnak helyet, de nem baj. Majd eszegetjük azokat is, ahogy így alkalom van, akkor kóstolgatjuk, és akkor ott mutatjuk nektek majd vlogban persze, hogyha valami finomat kóstolunk éppen. Na, akkor szerintem nézzük ezt a kis nyomott dobozost elsőnek. No, hát picit fed lesz szerintem, de így tudtam most betenni meg a kicsit az ablak is itt benne van. Nem is én vagyok a lényeg. Szóval azt érdemes tudni itt az előzményekről, hogy ugye nőtt a lábam, de szerintem ezt elmondtam. Talán az előző vlogon, lehet, hogy megjelenik a vlognak az elején. Ugye a harmadik terhességnél nőtt a lábam, és szükségem lenne hótaposóra, és voltunk ugye, közben vágom az osztrák vlogokat is, mert a harmadik részt vágtam meg, szóval ez mind egy napon zajlott, nyilván egy napra mentünk csak ki Ausztriába, úgyhogy a harmadik résznél tartok, és azt hiszem, hogy most vagyunk annál a résznél, hogy a Humanikba bementünk, ami egy óriási, amit a hát a budaörsi Humaniknak mondjuk a tízszerese, tehát óriási, tényleg hatalmas, viszont nincsenek méretek, ahogy más üzletben sincsen, rám való cipősöm is nincsen. Nekem 41 és feles mondjuk a lábam, olyan 42-es, inkább 42-es, tehát ugye nincsenek feles méretek így felnőtt méretben nagyon. Az Adidasnak vannak túlta méretét, ott meg 42 és 1/3-os, vagy valami ilyesmi, tehát az meg már nagy. Na mindegy, szóval 42-es cipőket keresgélek, ugye, és hótaposóra van szükségem. Közben ki is bontottam itt az első cipőt, de szerintem mutatom akkor nektek. És az a lényeg, hogy semmelyik, tehát a Sajtájkmanban, sem a Humanikban, sem a Rénóban, sem márkaboltokban nem tartanak ekkora méretet, hanem amelyiknek van is ekkora számozású cipője, azt online tudod megrendelni. Például ma szembe jött velem egy e-mail a Tamarisztól, hogy 20% kedvezmény van most januárban minden cipőjükre. Nagyon tök megörültem, volt egy tök jó kis Tamarisz nyári topánkám. Sajnos tönkrement, és azt már 2 éve ki kellett dobni. Na jó, hát akkor mondom, megnézem, az 41-es volt egyébként, de azóta szerintem azért változott a lábméretem, szóval valószínűleg 42-es kéne onnan is. És nagyon megnéztem az oldalt, rengeteg cipő, 20%-kal leárazva, csillivillik, nagyon szépek. Na jó, azt akkor mondom, akkor beálltam a szűrőt oldalt, hogy 42, és összesen 3 darab cipőt hozott le.
Azt hiszem, egy papucsot, egy fekete tornacipőt, és egy, nem tudom, ilyen fekete csizmát talán. Összesen a Tamaris webshopban, ahol millió gyönyörű szép szandál, papucs, téli cipő, bakancsok, hótaposók, csizmák, mindenféle volt. Összesen 3 darabból volt méret. Úgyhogy sajnos az a baj, hogy nem állok túl jól így cipőügyileg, tehát nem telt magamnak sehol. Úgyhogy kénytelen voltam megint a Riker oldaláról nézni, de ott viszont rengeteg, tehát ott nagyon-nagyon sokféle van, és akkor ők is ezt a 3-at választottam ki, és akkor mutattam is ezt a feketét így elsőnek. Az első cipő, ez így tök jól néz ki élőben is egyébként, de hát ugye nyilván az lesz a mérvadó, hogy mennyire... Nézzétek itt a lábam mellette. Hát igen, de már mindjárt kiderül, hogy ez lehet, hogy óriás lesz, de általában az ott, amikor a nyári cipőknél, ugye a szandáloknál, meg a balerina cipőknél megrendettem a 41-es és a 42-est is, ugye, és akkor ingyen vissza lehetett ugye küldeni. Hát a 41-es az szoros volt, a 42-esben meg kicsiket lötyögött a lábam. Szóval mindegy, itt tudok játszani azért vastagabb zoknikkal, meg ugye ebben van egy bélés, ahogy most itt érzem, veszem ki belőle ezt a kartont, hogy itt belül ez ugye bundás, és akkor ezek a cipők mindig ugye kisebbek, legalább fél számmal, szóval nem annyira mérvadó, hogy én itt így mellé raktam a lábamat, de hát mindjárt kiderül, de egyébként itt tök jól néz ki, eddig így tetszik. Nem tudom, ez sem a hótaposó, tehát ez csak egy sima bakancs, ami bundás, tehát ez nem hótaposó, úgy látom, ez egy... Nézzük csak. Most azt sem tudom megmondani hirtelen, hogy ez most bőr, vagy nem bőr. Hát még mindig alig van hangom, szóval bocsánat. Hogyha így itt most krákogok, de még mindig nem sikerült meggyógyulnom. Na jó, akkor mindjárt beleugrok, és akkor kiderül, de elvileg... Szerintem egyébként, nem tudom, ez inkább csak cseppálló, ugye? No, hát az a baj, hogy szorít, mint a fene. Itt magas a lábfejem is, meg széles is, és első körben most, hogy így felvettem, hát ez marha kényelmetlen. Sajnos, nem tudom, ez nagyon-nagyon szoros. Nem elég magas a lábfej része, de váltok, felkapcsolom a lámpát, hogy lássunk is valamit. Szóval ilyen, de az a baj, hogy írtó kényelmetlen, úgyhogy sajnos ennek a párját nem is nagyon veszem szerintem föl. Túl lapos itt ez a rész, sajnálom. Mert egyébként meg jól néz ki, de annyi baj van, nem csak a felsőkkel, hanem a nadrágokkal van probléma, ugye magas vagyok, rövidek a nadrágok általában, a felsők is általában ugye rövidek, szóval mindennel. Egyszerűen nehéz bármit is így találnom magamra, úgyhogy hát sajnálom, de ez nyilván valamennyit biztosan itt tágulni, de látjátok, hogy nagyon, nagyon lapos, írtólapos ez a rész itt, és hát nincs mit ragozni, sajnos ez kicsi, vagy hát szoros, nem jó, nem kényelmes. Az egyik dolog, hogy ugye nem jó rám, de nézzétek meg, hogy milyen csúnya itt az orrész. Hát ez nem valami szép kidolgozás, nem tudom, szerintem ez hibás is. Ott elől az ott írtó csúnyán van megoldva. Úgyhogy ez mindenképpen nem tetszik, ezt le is fotózom, hogy ez másnak ne is küldjék ki, mert ennek itt a gumirésze elől elég csúnya. Na nézzük a másikat, és azért egyébként ezek a cipők elég drágák ahhoz, hogy ilyen minőségű ellenőrzésen menjenek át, hogy ezt így valaki elfogadta, és ki is küldte, szóval nem csak a gyárból engedte azt úgy ki, hanem ki is küldte nekem, ugye? Na mindegy, itt a második. Na ez már viszont egy igazi hótaposó. Ez menő. Kicsit ennek is valahogy a talpa, látjátok? Már most koszos, ezt lehet, hogy már valaki próbálta, vagy én nem tudom, mi van vele. Na mindegy, megpróbálgatjuk. Hát, ha ennek kényelmesebb lesz az orr része, és gyere ki. Jó. Nézzük, először csak a jobb lábam marad, mert az egy picikét nagyobb a jobb lábam. Először arra megpróbálom.
Na hát sajnos marha kényelmetlen ez a cipő is. Én nem tudom, mi van a Rikerrel, mert a szandálok meg a papucsok viszont tök kényelmesek voltak, de nem tudom valahogy, ez is írtószoros. Úgyhogy ennek sem fog. Sőt, ez még kicsi is. Tehát a nagyon vastag a bunda része. Nagyon nem. Pedig 42-es lett, tehát akkor 42-es rendeltem. Illetve meg hát kijár belőle a lábam. Lépek egyet, és kiesik a lábam, viszont elől meg írtószűk. Ó, de sajnálom, mert ez egyébként meg jól néz ki. Itt beesik a hó egy picikét. Hát sajnos ez sem. Nem nagyon tudtok írni nekem tanácsot, hogy melyiket tartsam meg a háromból, mert eddig háromból kettő sajnos nagyon nem. Ó, na még egy van akkor. Na, cipőcske, benned van minden bizodalmam, és a végső, nem is tudom, reményem, mert hát egyszerűen sehol máshol nem találtam magamra cipőt. Ezt elvileg hótaposónak írta, és ahogy látjátok, ez itt szerintem műbőr. Most lehet, hogy ez le van kezelve valami impregnáló dologgal, viszont nem tudom, annyira nem szelném itt az udvaron, meg a kint az úton a gyerekekkel biciklizésnél itt a kutyákkal a sáros havat. Na jó, hát akkor próba. Az pozitívum, hogy ennek viszont van itt cipzáros része oldalt, úgyhogy könnyebb fölvenni, mint azokat a belebújósokat. Meg ahogy a maga a cipő szerintem egészen jól néz ki. Na, lássuk. Meg itt talán egy kicsit. Na, mindjárt kiterül. Na, így elsőre belebújva egyébként nem olyan vészes. Itt a helyzet, csak látjátok, hogy el is áll éppen ezért, mert nem annyira szűkös itt a történet, itt azért a lábamnál ez egy sás, de azért bizony bemegy a hó. Egy nagyobb hó. Hát nem tudom. Annyira nem. Ez nem annyira szoros, mint a másik kettő, szóval egészen jó. És lehet akár, csak azt nem értem, hogy miért áll ennyire el. Nagyon ellátjátok, hogy itt egy ilyen óriási nagy rés van a lábamnál. Na, ugye felveszem a párját. Na, ez az első, aminek felveszem a párját is, csak nem annyira rossz egyébként. Na jó. Neked megnézem a párodat is. Nem tudom, muszáj, egyszerűen muszáj valamilyen cipőt találnom, de egyébként meg ezt hogyan lehet tisztítani, szóval ez ettől a sáros, latyakos létől ez hogy fog kinézni? Úgyhogy az a baj, hogy célnak meg nem jó, amire. Tehát hótaposú kinézete van, de szerintem ez nem az. Inkább az a másik, az a gumis orrú, az volt a hótaposú, ez csak szerintem egy ilyen sima csizmal. Arra viszont meg nincsen szükségem, mert olyanon meg van egy fekete. Egy ilyen ág-szerű csizmám, úgyhogy igazából másra meg olyan nincs szükségem, nem nagyon használok ilyen bundás csizmákat. Csak ide kéne nekem a kertbe valami. Na, haladjunk éppen egy pár lépést. Elég merev a talpa, tehát hogy nem, jó, nyilván ez nem egy edzőcipő, vagy nem tudom, hogy ez most igazából ez egy normál kis bakancsnak számít, nem? Érdekes, hogy a jobb lábamon nagyobb, és a bal lábamon eléggé szoros azért itt a lét, de hát nyilván, hogyha használom, akkor ez valamennyire azért tágul. Istenem, nem tudom. Valószínűleg nem fogom ezt sem sajnos megtartani, mert nem az igazi. Kicsit furcsa, hogy az ott annyira miért áll el. Látjátok, hogy azért elég kiel áll. Elég furcsa, hogy ennek így kell kinéznie. És nem az a hudemorra kényelmes egyébként, ez sem. Amíg ezt egy picit tesztelem itt magamon, kitalálom, hogy mi legyen, csak hát igen, tehát a célnak sem felel meg, amiért szerettem volna sajnos. Aj, sajnálom.
visszavettem a másikat, és nem tudom, mert ugye ez lenne olyan hótaposó, és ez tökre tetszene. De nézzétek meg, hogy ez valahogy jóval kisebb is, mint ez. Tehát olyan, mint hogyha ez csak egy 41-es méretű csizma lenne. De 42-es van ráírva, úgyhogy... De látjátok, hogy jóval kisebb. Tehát élőbe tökre látszik. Tehát ebből, hogyha akkor a méretű lenne, mint ez, akkor tökéletes lenne szerintem ez a cipő, de sajnos nagyon szoros, pedig ezt úgy szeretném. Ez úgy nagyon tetszene, ez a magasabb szerű, de nagyon szoros, tehát nagyon nem jó benne lenni, az a baj. És hogyha már itt a minőségről is azért beszélnék, azért nézzétek meg, ez hogy néz ki ez a cipő? Tehát azért ezek írtó drága cipők egyébként. Most én nem emlékszem, majd ki fogom írni, hogy mennyi ennek az ára. Most le van árazva 20%-kal, de ilyen 30-40 ezer forintos cipők, és hát elég csúnya a kidolgozása. Szóval itt az órán is azért látjátok, hogy azt a gumirészt itt a felénél, hogy így ilyen benyomott furi. Pedig ez egy mondjuk, szóval nem benyomódott, hanem nem szép maga a guminak az öntése. Úgyhogy én nem tudom, mit legyen a Rikerrel. Eddig tökre szerettem, tök kényelmes volt, és szuper minőségű cipőik voltak. 1874 óta. De ez most valahogy nagyon nagy csalódás nekem. Sajnos. Úgyhogy egyiket sem tartom meg szerintem. Most jutott eszembe, hogy a Decathlonba el lehetne menni esetleg, és akkor mint olyan férfi osztályon fogok most már nézni. Valószínűleg annak ugye szélesebb a lábfejes, most egy hótaposónál nem igazán a szépség a fontos. Egy sima fekete, vagy itt ilyen barna férfi hótapos volt esetleg megérkezni, nem tudom, hogy így január közepére van-e náluk készlet, de hát majd akkor kiderül. Azt tudom, hogy amikor Noéval mentünk neki cipőt nézni, akkor egyáltalán nem voltak neki méretek, szóval, hogy mondták, hogy meg kéne akkor rendelni, és akkor mit tudom, én már 4 óra múlva kihozzák a raktárból nekünk, és akkor úgy esetleg lenne méret, de hát hogy rendeljen meg, és menjek érte, és hát nem tudom, lehet, hogy az lesz akkor. Ezek szerint nőiből én valahogy így a lábméretemmel kiestem. Nagyon sajnálom, mert erre tényleg számítottam, és ez olyan rossz érzés, hogy nem találok. És hát nyilván szeretnék a gyerekekkel menni szánkózni, kutyát sétáltatni, biciklizni, kirándulni, hogyha ilyen latyakos, sáros idő is van, mert hát nálunk ugye földút van itt a környéken, úgyhogy nem tudok kimenni a sima bőr vagy műbőr cipőmben, úgyhogy nem egy eddig is megvoltam nélkül ezután, és akkor nem tudom, majd nézem őket itthonról, vagy nem tudom, a Laci megy velük. Mindegy, megpróbálom majd a Decathlont szerintem. Férfi osztály. Nézegettem egyébként a Humanikban, a Szűdben a férfi csizmákat is, de nem volt. Tehát nem volt méret, nem volt 42-es, hanem náluk meg már inkább ilyen 44, 46, meg 47, meg ilyesmik voltak, úgyhogy nem volt a 42-es méret. Ott meg nyilván a férfinél is ritka a 42-es méret, de jó hangom. És a nőinél is ritka a 42-es méret, szóval pont az a méret vagyok, ami hiányzik. Úgyhogy, ja... Ugyanez a felsőkkel is igaz, hogy ez a 44-es, 42-44-es méret, ez úgy hiányzik mindenhonnan. Nem tudom, tehát ez a piaci rés itt, hogy ha valaki esetleg vállalkozó szellemű lenne, akkor szerintem itt vagyok én alapanyagnak, és így méretanyagnak, hogy akkor kérek szépen XL-es, XXL-es ruhákat valaki gyártson, és akkor nagyon szívesen vásárolok a webshopjában, illetve cipőméretben meg 42-eseket, hogyha jó minőségű, jó kis hajlékony talpú, kényelmes és szép cipőket, ha valaki gyárt, akkor nagyon szívesen rendelnék, mert egyszerűen most már feladom. Tehát egyszerűen már nem igaz, hogy semmit nem találok magamra. Na jó, van, megyek, csinálom az ebédet.
Az a legegyszerűbb szerintem, hogyha így megmutatom, hogy ennyire voltak leárazva ezek a cipők, tehát a 25.500 és 26.300 forint körül voltak, és holnap jön elvileg szerintem érte a futár, és el is fogja őket vinni, és akkor 14 napon belül visszakapom a pénzt. Ez az, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy nem lett jó, ez azért tök jól néz ki. Viszont a minőséggel most sajnos nem annyira voltam elégedett, mint az előző ugye kettő rendelésnél, amikor ugye vettem a szandálokat, meg az ilyen kis topánokat, de azt meg tudom mutatni, mert itt van az előzményemben. Ezek viszont tökéletesek voltak, és ugye ebből ugye választottunk. Például ez nagyon jó. Annyi csak, hogy talbetétet kell vele venni. Nyárra ugye ez a bőrtalbetét, ami benne van, az nem jó, mert hozzátapad a lábadhoz, és akkor ahogy kiszállsz a cipőből, akkor ez a talbetét félig jön vele a lábaddal együtt, úgyhogy igen, ez is tök jó, ez a fehér is jó, tehát a kettő méretet rendeltem, és akkor amelyik jó volt, azt tartottam meg. Úgyhogy ezek szuperek, és tök jók voltak, tök jó minőségűek voltak, és akkor ebből választottam. Azt hiszem kettő szandált és egy papucsot, ezt a fehér papucsot. Meg akkor az ilyen kis topánokat, azt hiszem az is valahol itt van a rendelésben, de nem tudom, hogy az éppen most a rózsaszín, az is jó volt, de annyira nem az én stílusom, itt van a másik. Csak közben a háttérben az airfryer itt zúgni fog, de ez nagyon szupi, ez hordtam egész nyáron, ez nagyon jól már jött is az üzenet az átvételről, úgyhogy ez is tök jó. Egy nagyon jó kis cipők. Ez nagyon kényelmetlen volt, sajnos az anyukámnak rendetem, de nagyon nem. Nagyon szűkös volt az orra. Ez is tök jó kis cipőcske. Úgyhogy, ja. Itt... ja, nem, ja jó, oké, ez egy másik, az alatta van az ára. Jó, oké. Na, úgyhogy ennyit a Rikerről. Sajnos ez most nem jött be. Na, a Decathlonban találtam elvileg, van 42-es méret ebből a... Ja, várjunk csak áruházi készet, azt viszont még nem néztem meg, nem, majd mindjárt megnézem azt is, de találtam. Vízhatlan, magas szárú, meleg. Ez még tök jól is néz ki, a feketéből nincsen. De nem baj, a bézs az amúgy is jobban tetszik. De ha itt lejjebb görgetek, akkor elvileg még ilyen is van, ez is jól néz ki. Jaj. Na nézzük a méretet. Van 6 darab 42-es, na. Szupi. Akkor szerintem megnézem a Decathlont, hát ha ezek jók lesznek.